Nos, azt mondja, hogy itt van hozzá, vajon nincsen jó, akkor viszont kinyitjuk a Steam-et, és nyomunk egy ilyet, hogy plaj, megplajoljuk. Egy pillanat, és mindjárt útjára indítom ezt a gémet. Amúgy itt mindenkinek, sziasztok! Csak itt szenvedek a kábelekkel. Mert hát végül is egy kontrollerre szükségem lesz valószínűleg. Jó, lehet is. Launching. Hát lássuk a bétáját ennek a mandragórának. Nem jelent meg sunyiban, csak kaptam egy támogatóként kaptam egy izét. Egy beta példányt. Úgyhogy az első, tudom én, egy kis részét meg tudjuk nézni a játéknak a beta formájában. Aztán az lehet, hogy majd nem úgy lesz. Mert amikor Kickstarter ment, akkor én adtam nekik $60. És ezért kaptam egy csomó mindenfélét. Majd elküldik két példány van a játékot. PS-re is kapok egyet, meg PC-re is kapok egyet. Meg mindenféle ilyen soundtrack-eket, meg egyéb ilyen konceptártokat, meg mindenfélét. Aha, this may take a few minutes on first launch. Hát, jól van. Kicsit fura, hogy sokat szarakszik az első indítással, de ezt megbocsátjuk a bétának. Optimalizáláson majd dolgoznak még mielőtt kijön a játék. Meg amúgy se PC-n fogok játszani, hanem PS5-ön. Majd amikor stream lesz belőle. Mondjuk ezt megtehettem volna off-kamerába is, hogy amikor letöltöttem még napközben, akkor elindítom, hogy erre nem most kelljen várni. Mindegy. Okay. Milyen Diablo 1-es fontja van! Már csak az O betűben nincs a kereszt. Kurva jó. Miért érzem, hogy kurva jó zenéje lesz ennek a gémnek? Azért, mert már most is az. Meghallgatjuk a főmenü témáját.
Hogy szokták ezt angolul mondani, hogy ennek a demónak semmi köze ahhoz, hogy ez ilyen jó legyen. Ezt magyarul nem így mondják, de van egy ilyen angol mondás. It has no business being this good. Mi a lófasz? Hát mi volt ez a főmerű téma, te? Kurva jó. Na, startoljuk el a játékot. Meg is keresem majd az OST-t, aztán tudja, hogy ezt még egy párszor beteszem itthon. Váratlanul, a susorgásból váratlanul bejött egy szoprán. Kurva jó volt. Ó, mennyi minden megjelent, így sok minden. Azt mondja, van Y. Tudok lőni egy tüzet. Can't let anyone in, even an inquisitor. His orders. Várjál, most nagyon túl sok minden van. Options-t akarok nyitni. Controls-t akarok nyitni. Control display. Xbox. DualSense. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Pont erre voltam kíváncsi, hogy a PS5-ös gombkiosztást is tudja elmutatni, vagy automatikusan csak az Xbox gombokat rakosgatja egymásra. Egy pillanat még gyorsan. De hát borderless-en vagyok. Miért nem tudom kivinni az egeret? Érdekes. Jó. Na, és akkor ezzel tudok ütni. Invertálva van a controls. Oké, véletlen volt biztos. Aha, az X-axis, légy szíves. A balra ne legyen jobbra, és a jobbra ne legyen balra. Jó. Oké, tehát van staminánk. Elfáradunk az ütlegelésbe. Aha. Tehát tudunk ütni akkor is, ha nagyon fáradtak vagyunk, csak lassabban ütünk. És gondolom, még az is lehet, hogy kisebbet sebzünk. L2-t, ha megnyomom, akkor itt lesz körülöttem valami csoda. És lenne valami spell, gondolom, hogyha megnyomnám a négyzetet. X-el tudunk ugrani. Az R1, R2 nem csinál semmit. Aha, tehát a jobbra vasszal tudunk dodzsolni. Hogyha irányt nyomunk, ha nem nyomunk irányt, akkor csak backstep. Szétütjük a P szarokat és pénz. Igen, és hogyan beszélgetünk? Vagy ez így magától beszélgetett. Inquisitorok vagyunk esetleg, vagy ezek szerint. Jó. Ott alattam pénzt számol, ha jól látom, meg... hát nem tudom, mi ez a szólszerűség. Az audiónál biztos, hogy még nincsenek benne language pakkok. Tutira lesz benne magyar szinkron. Ez lesz az egyetlen játék ever, amit magyar szinkronnal fogok játszani. Kérdés, hogy a dodge-al át tudok-e dodge-olni ellenségeken.
Szét lehet ütni a fadobozokat. Nagyon szép az art style amúgy. Hogy néz ki ez a nő? I should have been in your place. I would have let her burn to ashes. I've never seen a more disappointed crowd, even when it's their own fathers being hung. You're not fit to hunt witches. You aren't even strong enough to beat me. And I'll prove it. To the soldiers gathered, I challenge this inquisitor to a duel. No one will interfere until one of us yields. Okay, szétlőlek. Show him the light, Keska. Keska. Know your place, Inquisitor. You fight with ill intention. I will test this one's devotion to the cause. Yes, Madic. Akkor még se Keszkával harcolunk? Make ready. No, gyere. És hogyha most csinálok egy ilyen L2 ilyet. Ó, oh, hogy ez ilyen felgyújtós. Hát. Jumpatak van. És keresztül tudunk dodzsolni az emberen? Igen. Ez fontos kérdés volt. Nincs is életed már. Hallod? Csak mondom, hogy nincs életed. Jó, tehát akkor ötször üssük meg, ez a feladat. His Holiness's faith in you is justified. Still, if this power you have manifested is used in anything but his service, I will hunt you down, same as any. Nem fogsz te semmit csinálni, hát hülye, megöltelek az előbb 50-szer. And I'll turn that witch in before you're even out of the city limits. You'll see. Aha, jó, tehát valami double jump majd ide kell. Open door. Climb up. Oké. Okay. Esetleg egyébként ezt... Várjál. Ajá, nem, ez az előtérben van. Ó, az micsoda? Az micsoda? Azt kérem. Gather. Aha, eredjel kell felszedni. Kaptam egy zsáját, meg egy... Meg egy zsája... Ezért... Magot. Gondolom, lehet kertészkedni majd. Ezt a dolgot, ezt imádtam mindig a izébe is, a Grime-ba is. Nagyon kevés platformer csinálja ezt, hogy kihasználja a karakternek a 3D-s modelljét, és nem az van, hogy csak így keresztül ugrik a platformon, hanem úgy mászik le, hogy hátat fordít a kamerának, és így 3D-be feléd mászik le a platformon az alatta levőre. Ez ilyen nagyon apró részlet, ami kb. Semmit nem számít a játékban, de szerintem kurva jó dolog. Kaptunk két szenet. Tehát ez. Ez. Ettől még inkább 3D-snek érződik a játék. Ezen már akkor is jókat derültem, meg örömködtem, amikor a Grime-ban láttam. Én ott láttam először ezt. Going out this late, really? Even for an inquisitor, that's... Na, csak előbb azt mondta, hogy menjünk be ide. Jó, tehát az R1 az interact gombunk. Inquisitor, got supplies for your journey upstairs. You deserve better for what you did to that witch, but it's all we've got to spare. R1-jel grebeljen meg. Hát ha csak simán megyek főfelé, akkor is megfogja. Nem kell ide az R1. Jó. Open chest.
Light leather armor kit, mana potion, healing potion, sharpening stone. Nyissunk egy inventory-t. Nézzük már az inventory-nkat, mi ez? Cronen, én vagyok a Cronen, aki egy trench mage. Nem, az a mace, az a fegyverünk. Jó, van egy fire relic, és akkor ezzel tudunk lövöldözni. Spelleket, ad egy adag buffot. És akkor itt van a kirasz, meg a többi része az armornak. A kittel nem tudom mit kell csinálni, de majd az inventory többi részében meg tudjuk. Gyűrűink nincsenek, 4 gyűrű slot van. 60 mana, 330 élet. Ezt equippeljük be. Ja, várjál. Oda. És oda. Gondolom a nagy életital visszatöltődik, ha meghalunk, a kicsi pedig nem. Jó, nézzük az inventory-t. Van egy darab mace fegyverünk, de van egy mace fegyverünk is. Jó. Várjál, talentrit még nem nézünk. Fire relikek. Ja, ezek az offhand cuccok. Oké. Okay. Ruhák, mail. Ruházatok, jó, igen, gyűrűk. Minerál. Crafting minerál. Ruhaszövet, runestone-ok. Növények, okkult, kaja. Diagram. Ez blueprint? Gondolom, ilyen tervrajzokat keresünk, amivel majd meg lehet craftolni dolgokat. Quest itemek. Quick use items. Na, mi ez? Light leather armor kit. Increases your armor. 10-el több armorom lesz. 3 ütés. 3 találat erejéig. Uh-huh. És akkor ez pedig critical chance 2 percre. Oké? Okay? Nézzük a talent tree-t. Hogy néz ki ez, bazzák? Egy pillanat feljebb rakom magam, mert szerintem ott pont nem leszek útban, amennyiben hagyja a game, hogy kirakjam oda magamat. Ennyi csak úgy öde kifelé. Te! Ne buziskodjál! De nem már, hát a kamerát fog már meg, ne a keretet, hülye. Egy, né? Úgy, és akkor a keretet még húzzuk rá egy picit. Az a baj, ha összép húzom, akkor nem csak úgy megy a házik, ki fog lógni. Akkor megfogjuk. Szia, Johnny! Megfogjuk, és így szépen ráhúzzuk ezt a keretet. Ez így jó lehet, vagy? Nem, még nem jó. Egy picit még nem jó. Pixellel följebb kell rakni. Most? Most már jó? Tököm, nem tudom. Ja, balfasz. Jó van. Marharépa. Pillanat. Rájöttem, hogy sokkal följebb is tehetem. Nem tudom, miért ott a csigatarajos részen próbáltam viccelődni hülyeségekkel. Akkor még bőven rakhatom feljebb ezt a kamerát. Na. Akkor most így. Talán így jó lesz. Oké? Okay. Csak hogy minél kevesebbet takarjak ki. És még így se látszik a talent point. Alattam van egy olyan rész, kikapcsolom a kicsit a kamerát, hogy lássátok ti is. Webcamot kikapcs, és akkor látod? Ott van egy ilyen, hogy talent point, meg hogy essence. Nem tudom, hogy be van belőle valamennyi. Jó. Na.
szép kis talent trink van, ami azt illeti. Az akkor a legszebb, hogyha összesen egy darab, hogyha ez egy kaszt. És akkor közben van még mit tudom én hány másik kaszt, aminek saját talent tree van. Heretic. Can use fire relics. Gondolom, akkor ez megvan. És akkor lesz egy strength-et lehet nyomni. Constitution. Endurance. Aha, tehát ezek mind stat pontok. Ezek a picikék. Kicsit úgy néz ki, mint a Salt and Sanctuary-nek a cucca. Ott is, hogy itt, ott is volt egy csomó ilyen kis statos gócpont. És akkor voltak a nagyobbak, amik a különböző spell szintek, meg fegyver képzettség szinteket adták, meg ilyesmi. Jó irányból meríteni sosem baj egyébként. Ó, 15%-kal olcsóbb lenne minden varázslat. Utility node. Endurance, knowledge constitution. Tehát ez mindenre ad egy kicsit. Ez meg defense. Ja, ez is, ja, hogy ez háromféle statra ad egyszerre. Offensive node. Ez négyet a mindenféle támadóra. Focalized mana. Mindegy, így szerintem a demóban nem fogunk annyi pontot kapni, hogy ezeket mind kifejleszhessük majd, viszont azt el kéne dönteni, hogy milyen irányba megyünk, és én szerintem valami offenzív irányt választanék. Azt mondja, hogyha Fire Spell-t varázsolok, a következő három közelharci támadásom 10%-kal nagyobbat sebez. Ez jó iránynak tűnik. Aha, ez weapon buff. A fire damage-et csinál a damage-en, a sima fizikai sebzéses fegyveremnek a feléből. Fury. Ha négyszer megcsapok, aha, tehát ez gondolom passzív. Egymás után négyszer megütök egy ellenséget, 3 másodperc alatt, akkor 15% attack speed-et kapok. 6 másodpercre. Warrior's Might. Az igen. Azt mondja, minden pont a Constitution-ben, meg a Defense-ben 0,15%-kal növeli a damage-emet. Phoenix. Föléledős. Wildfire. Tovább terjedő tűz, heating up. Az igen. Egymás utáni spellek erősítik egymást. Fasza. Várjál, van ilyen, hogy aktív. Ja, és akkor ez volt a talent tree-nek az egyik tree-je, de egyébként van még három olyan, amit nem is látunk. Meg két másik, ami... Úramisten! Na jó, maradjunk egyelőre ennél a tűzmágusnál első körbe. Jaj. Én miért érzem azt, hogy ebből a gameből annyi végigjátszás lesz, ahány ilyen skill tree van? Minden kasztal? Jó, egyelőre csak a weapon, meg a fire skill-ebb van. Jó, oké. Mehetünk. Andrandrandranda. Hát ezt még egyszer föl lehet venni. Ezt így itt lehet exploitálni, hogy így bemegyek, kimegyek. Nem, akkor viszont csak idő elteltével újra termet. Mert halljátok, most néztem csak, hogy az ajtón való bemenés is. Lehet, hogy sokáig ezzel fogok játszani, de nem, mert túl sok játék van. Mert mondom, jön majd egy csomó minden mostanában, amivel mindenképp játszani kell. Úgyhogy, de biztos, hogy visszatérő elem lesz.
ez a game. Nézzétek meg, hogy a legtöbb játék, ami ilyen 2D-s Metroid meg hasonló, az ajtón való bemenés az annyi, hogy megnyomod, hogy nyom menjen be, és akkor rögtön tölti a következő képernyőt. Hát itt nem ez történik. És ezt is a pozitív számlájára írom a gémnek, meg a készítőknek, hogy konkrétan kimegy az ajtón. És ezzel is tovább erősítve azt az illúziót, hogy mégiscsak egy 3D-s világban vagyunk. Én imádom az ilyen apróságokat. Na, ez mit csinál? Bonfire? Rest. Aha. És akkor egyből tudunk travelezni, hogyha majd lesz másik király. Föltöltötte a manánkat. Az hasznos. Kaptunk érte 20 olyan kéket. Én szerintem az az XP-nk. Tűzvarázsló. Két szemeddel éges el. Vagy a botoddal. Aha. Hát ez... Meghalt. Menjél fel oda? Wood. Ez itt szekret? Ott leesni? Nem. Jó, akkor ott voltunk. Map. Van map? Biztos van, de most még nem kaptunk. Aha. Kapták. Jó, úgy látom a mana az így nem olyan dolog, ami magától feltöltődik. Hogy lehetett ezt így mondani? Get away from her! Add vissza a manámat. Help? Mit helpel? Kinek kell helpelni? Talk? He's gone. My Astrid. The beast came out from nowhere. Scared her so much she broke her reins and ran off with that massive warg on her heels. Ez olyan fura. Én megvan rajzolva itt az ember. Itt mimikázik, meg mit tudom én, de nem mozog a szája, amikor beszél. Ez vajon így is marad? Without her, my cart's not going far. And I, there's nothing I can do. I, please, just find the beast. I chased her down the road, and I doubt it will stop with just her. Okay. New quest. Warg. Igen, mindenki ventriloquist. Más beszélők. Tehát én ezt a lövést ezt tudom irányítani, mert így átlósan fölfelé lőttem a tüzet az előbb. Úgy látom. Vagy úgy láttam. Mi ez? Mi ez a szakadás a téridő szövetén? Ott is ott. Hát. Ja, hello! Patkány, Gecó!
Áú. Hogy kell hílelni? Nem mondja meg, hogy a híleljek. Ja, így. Jó van. Fölgyulladsz. Ojaj, történés van. Fölgyulladsz. De rosszkor ittam én azt. De hát, dodgeoltam. Érdekes. Simán megölhettem volna egyébként, hogyha nem vagyok balfasz és nem iszogatok fölöslegesen. Mert amúgy semmi szükségem nem volt rá. Tök jól le volt a Tactics. Ó, figyelj már. Itt van az elejtett cuccosom. Na gyere! Ezt vajon ki lehet használni? Hogy ő itt neki megy a falnak. Igen.
Au. Skillbook, Firewall, Light Leather, Core of Entropy. Kaptam, hogy 2000. Ja, 2000 szólt kaptam. GG! Oké. Okay. Egyelőre úgy nézem, hogy nem tudunk tovább menni. Ott a... bocika. Cutscene placeholder. Oké. Okay. Eddig jó. Jó, és akkor ide visszaértünk, nyomjunk egy resztet. Level up. Várj, tudunk level up-olni. ba kerül a következő. Nem. 1000 valamennyibe került. Jó, és akkor most talent tree. Lettek talent pontjaim? Igen, 2 szintet léptem, 2 talent pontot kaptam. Hogyan lehet ezeket a nagyokat fejleszteni? Na, menjünk erre. Legyen ez, plusz egy strength, plusz egy endurance. És akkor majd ez az inner fire mod jó lesz. És akkor most merre megyünk? Nem erre megyünk ezek szerint. Ahol lehet futni is. Bár a... Istenem, ez nem tetszik, ez mindig utáltam. A rohadt sprint. Nem lehet beállítani, hogy a sprint az ne hold legyen, hanem toggle. Na, kedves fejlesztő társaság! Ez nektek szól, és mindenkinek, aki játékot fejleszt valaha is. Ezt a gombot, a baloldali controller sticket benyomva tartani, miközben a karakterre még futkostok is jobbra-balra, kibaszott kényelmetlen. Léci ne! A hátamon föláll az összes pénisz, ami onnan nő. A rossz értelemben, amikor ezt a gombot befelé kell nyomkorásznom. Kurva kényelmetlen. Miért nincs erre egy másik gomb? A futásra. Mert az még egy dolog, hogy a legtöbb játék azt csinálja, hogy egyszer megnyomod, és akkor ameddig nem engeded el a sticket, hanem mész, addig fut a karakter. De hogy ezt így benyomva tartsam, nem már. Vagy nem tudom, őszintén kérdezem, ki az, akinek ez jó? Tehát így csináltak egy közvéleménykutatást a játékfejlesztő társaságok, mindenki, és egyöntetően arra szavaztak, hogy az emberek a bal hüvelykújjukkal ezt szeretik állandóan nyomva tartani, úgyhogy erre mindenképp tegyük rá a futást. Mert az fontos. Ezt így remappolnám, ha lehetne, de nem lehet. És akkor te mit csinálsz? Craft, meg trade.
Nincs elég materiál. Jó, igazából mindegy is lenne, mert nem jobb, ami, mint ami most van. Trédeljünk egyet, hát ha van valami jó. Mi ez? Ulfár. Ez a szén, ugye? Igen, ott van, ez kol. És copper ore és grinding stone. 10% weapon damage. Ah, nem szar, egyet adjál már. Jó. Craft talk. Give diagram. Aha, olyanom nincsen. Reach Wickham to the west. És hogyan menjek oda? Vagy az erre van? Hát ez erre van a veszt. Vajon jelzi a játék, hogyha így eljutottam a content végéig? Ja nem, várjál, jobbra az east van. A veszt az balra van. Jó, akkor menjünk balra. Térképünk még mindig nincsen, igaz? Nincs. Tuk 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 tuk. Ott arra nem? Nem. Töröm, lehet tovább enged? Lehet. Activate. Nem ez kell, hanem mi kell nekem? Nem is tudom. Milyen hülyeség. Mit akartam nézni? Valamit meg akartam nézni. De már nem tudom mit. Na, tudom mit akartam. Ezt akartam. Jó. Jó, arra a Discovered. Hát ez tök jó, csak még mindig nincs térképem. Oké, őt nem teljesen érdekli, hogy ütöm. Ennek megfelelően kell eljárni. Ez is megint micsoda? Igen, inkább keresztül kellene dodge-olni az ellenségem, mint hogy elfelé tőle. Mert ha elfelé dodge-olok, akkor azt még elkaphatja. Aha. Te kis bunkó. Szia Márk. Anima Core. Biztos az is valami fejlesztő anyag. Ezt szét lehet ütni? Nem. Ah, nem kell szétütni, föl lehet szedni. Na, tehát minimális staggert enged, de végtelenség nem lesz staggerezni. Ó, figyeld már, mögém ugrott a kis genyó.
Yeah. Mit kombózol? Levágta! Friendly fire! Ó, basszak, elnyomta fölötte. Ilyen hármas kombó. Inkább nem kérem, kösz. Aha, egy kis wood. Egy kis double jump-al majd az is elérhető lesz. Ez mit szívott? Szét lettem kapálva. Azt hittem meg tudom egy kicsit csapkodni őket, mielőtt odébb kell mennem, de rosszul hittem. Na, megy a corpse run, gyorsan föl kell szednünk az utcainkat. Hát figyelj, close beta-ba vannak, én szerintem állnak olyan jól, hogy ez idén megjelenjen. Azt nem mondom, hogy hamar, de így a november-decemberi, inkább decemberi ezért kiadást el tudom képzelni. De szétcsaptam azt a denevért, gesz. Na. Gyere ide le. Kutyák. Ez a verzió most azoknak jár, akik $60 adtak legalább a Kickstarterbe. Én most azért kaptam. Mert én támogattam őket a Kickstarteren. Mit szívtál belőlem te? Úgy látom az élő halottak nem bántják egymást. Mert a farkast azt minden további nélkül agyonvágta. Ikor. Ja, várjál. Azt kérem vissza azt a sok-sok XP-t, amit elbuktam. Jó. Oké, okay, ez piros pont, hogy amikor nem felém üt, hanem a másik irányba, akkor nem fáj. Sajnos találkoztam már pont elég olyan játékkal, hogy hátul is hitboxa van neki, amikor így előrefelé kapálózik. Úgyhogy az így, az nem jó. Szerencsére itt nincs ilyen. Kalendula. Zoom CNS, szia Zoom CNS! Ha? Oké. Okay. Hát, ó, van, tízeljél csak azzal a piros, vagy az ilyen fénylő ládával, úgy tudom fölvenni. Üssé már.
Vagy mégis el tudom venni? Lehet el végig föl tudom venni. Egy nagyobb ugrással. Oké. Open chest. Mi? Lockpick-e hozzá? Figyeld már milyen izé... Zár van rajta, gec. Vannak ilyen ládák is. Hát tök jó. Na, ezt nyomjuk meg. Láttam már, hogy itt van bejárat ott lefelé. Le is megyünk mindjárt. De ha ezt most megnyomom, akkor mindenki visszajön, ugye? Gondolom. Minden esetre tudunk level-up-olni egyet. Ezt tegyük meg. Talent tree-ben pedig... Erre adjunk egyet. És akkor ezután már jöhet az Inner Fire. Na, a denevért azt így levágták. Leather scraps. Kukucs, mi van ide lent a csúnyába? Bastard. Aha, ez nem... Ez így segnyitva. Nagyon-nagyon bejövős az art style. Tudod, mire emlékezted? A Vigilre. Vigil the Longest Night. Annak volt hasonló, nem volt ennyire kidolgozott, meg ilyen nagyon faszán 3D-s látványt keltő. De az volt hasonló, egy kicsit. Ahhoz tudnám hasonlítani. Ugye már pénzt dobnak a bandítók. Ez gecó. Hát az leesett oda. És ha én leesek oda? Akkor mi van? Aha. Na várjál. Menjünk be ide. Aha. Az egy Flood Citrine. És egy Small Coalesce Essence. Ó, várjál, az előbb a boss-tól mi kaptunk egy spellbookot. Azzal mit is kell csinálni? Active skills. Firewall. Skillbooks. Can be equipped at checkpoint. Igen, és ez? Ezen mi ez a sok pötty? Van rajta egy egyes, meg egy kettes. Damage scales with lightning yell. Aha. Lore not available. Ha. Mi ez az egyes, meg a kettes rajta? Még nem tudjuk. Merre csak? Menjél vissza. Ah, itt alattam van patkányos rész. Szeretnék lemenni oda. Na mindegy, úgyis itt volt a checkpoint valahol. Fölmegyek és equippelek. Még mindig nagyon tetszik ez a 3D-s platform mászás, hogy az előtérben mászik föl, és nem így, nem tudom, kiteleportál a szélére, hogy ott menjen. Na. Active skills. Can be equipped. Te checkpointnál vagyok. Miért nem tudom equip? Learn. Ó, meglearnöltem, jó. Ja, hogy ezt... Aha, van egy ilyen learn és upgrade. És hogy lehet upgrade-elni? Na, betesszük a... Firewall-t. Oda. És akkor most már tűzfalat is tudunk csinálni. Aha. Úgy. Mondjuk ha én ütöm ki belőle,
Ez a nagyobb bosszok ellene jó lesz, hogyha benne állnak. Oké, akkor itt fel tudunk mászni. Itt van egy... ilyen. Abban mondjuk ne ugorjunk le, mert szerintem meghalunk. Édesanyád. Szerintem ez most meghalt a fall damage-be. Vajon eltűnik a loot? Ha nem megyek érte? Vagy az így lent marad és nem kell, nem kell olyan nagyon sietnem. Oké. Okay. Fall damage. Fú, ez milyen bunkó dolog. Gyere ide. Ez mi volt? Lockpick? Megyünk vissza. Megyünk vissza. Kinyitni a ládit. Nyisd ki. Fejlesztő anyagok. Blazing Circle, ez egy gyűrű. És egy kicsi manaita. Blazing Circle, ez biztos van egy fire gyűrű. 5% burn chance. Au. Ja. Miért akarok varázsolni, amikor nincs is manám? Na. Akkor most megvolt a lopik. Kaptam egy... ezért. Ez tetszik ez a... tűzvarázslat. Hasznos. Plak. Mi történt? Ezzel jelezte, hogy elég a szintlépéshez a cuccos bandit ruházat. Lehet amúgy. Jó, hát itt mondjuk ne ugorjuk le. Mert lehet, hogy nem járunk jól. Olyan nagy pajzsos hülye. Kaptad. Aha, oda le tudunk menni. Egy kis nyersanyagért. Oda is le tudunk menni, akkor nem jön, de akkor nem tudunk visszajönni.
Igen. Erre van a tovább szerintem. Hm. Mi ez a nagy valami? Pénz. Csomó pénz. Ha én odaugrok, akkor én úgy láttam, hogy szakadék van ott, de megnézzük. Na most érted, max meghalunk. Mi baj történhet? Nem igaz? Hát igen, itt csak ennyi van. Azt a picsa. Ó nem, ott van egy izé. Ó, bazd meg. Hát ez kellemetlen, mert ezt a damage-et megint el kell szenvednem most. Itt egy láda. Csak másik oldalon. Jó kis leap of faith lett volna amúgy. Nehogy leess, hülye, meg kell inni egy ilyet előbb. Ami. Ó, egy kis pajzsnak a diagramja. Jól van. Nézelődjünk tovább. Hop. 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 Elég folyékony a mozgás amúgy. Olyan természetes a flow eddig. Annak érződik. Na, nem is baj, hogy itt hílelgettünk, mert hát itt egy ilyen. Jó, akkor a Talent Tree-be kérjük ezt megtanulni. Nagyon jó. Ez mi? Tolerance. Ez Defensive Skill. Az inkább kardozós. Mi a helyzet itt lent? Burn. Burn chance. Következő az ide a power node-ra megy majd. Jó. Menjetek csak oda egybe. Az a jó, hogy ezt nem védi ki. Mert hogyha csak simán rálövöm a tüzet, azt biztos, hogy ki tudná védeni. Enter. Lemehetünk a kútba. Open. Akkor mindenképp a kútba kell mennünk. Jó. És mi van, hogyha nekem nem tetszik, hogy a féléletemet lecsaptátok? Hm? Akkor mi van? Akkor resztelünk egyet. Faszom! Ez egyre rosszabb. Megkaptam a nagy pajzsot. Na, jussunk át ezen úgy, hogy nem halunk meg. Aha,
megint nem volt jó stratégia az, hogy elfelé menekülök. Szia Pisti! Köszi Pisti! Na. Miért nem? Magyar nem volt? Nincsen. Még nincsen. Ez még csak a Becker beta. Majd a teljes verzióban biztos lesz. Bunukó! Igen, igen, szinkron is lesz. Majd a izébe. Nem hiszem el, nem tudok átjutni itt úgy, hogy ne legyen a fele életem oda. Persze, csinálunk egy ilyet. Most egy kicsi shieldbest kaptam, az nem olyan nagy baj. Ez mekkora buzi amúgy, hogy a dodge-ból kicsaphat izével, shieldbessel. Nehézség, nincsen nehézségi fokozat, nesze menj és boldogulj. Aminél szerintem jobb megoldás nem is létezik. A legtöbb esetben úgy is el van basztva csak a nehézségi fokozatoknak a kalibrálása. Annyiban különbözik a hard meg az easy, hogy a 25-öt kell beleütni az ellenségbe kettő helyett, és te együttésből halsz meg a három helyett, vagy a négy helyett. A legtöbb játék nagyon szarul kezeli a difficulty-t. Inkább legyen olyan, mint a Dark Souls. Ne legyen benne semmilyen difficulty, ezt jó napot. Oldja meg mindenki, hogy tudja ezt az egyet. Uh-huh. Jó, most kerültem ide. Ez alá. Az első boss-t megöltem, azt mondjuk elég sokáig kellett csapkodni, ami azt illeti. Egyszer megölt, de nem volt kimondottan ennyi nehéz, csak balfaszoltam. Te ne ijászkodjál innen hátulról? Hát fölgyulladt. Kicsit zavaró, hogy nem töltődik vissza, hanem. És nincs olyan italom, amit resztnél visszakapok. Tehát egy elfogy, azt ennyi. Lehet, hogy majd lehet vásárolni egy csomó mana italt, és akkor az jó lesz. A másik, amit utálok, de azt nagyon utálom, hogy az R3-mal kell benne futni. És, de nem úgy, hogy megnyomod és akkor fut, hanem nyomva tartva kell az R3-at. Na, az R3-nak a nyomva tartásával lehet szaladni. Ennél idiótább ötletet ebben a játékban még nem láttam. Remélem nem is lesz. Ami, small qual essence. Na, azt gondolom zseblélek.
Az ott mi az? Figyeljed! Ha? Ring of Tolerance. Egy kis védés. Ah, 15 stamina. Az nem szar. Jó, biztos fölfelé kell menni a városba. Mekkora content ez amúgy, vajon? Oh, lándzsák, oké, oda ne essünk le. Játsszál Pisti Dark Devotion-t, mert abba is a jobb oldali ravasszal kell dodzsolni. Meg ebbe is. Elfogyott a manám. Ja, hogy ez a fos idézi a patkányokat? Au. Nem jó. Jól legyen fő. Mennyi életed van, bazeg? Hogy kaptam tőle egy varázskönyvet. Ott meg grapple hookkal át lehet ugrani. Halad? Nope. Nem nyílik ez se. Jó, mintha láttam volna itt még lejjebbet. Mindig van lejjebb, nem igaz? De akkor lehet, hogy... ez csak ennyi. Jó, akkor menjünk itt fölfelé, kifelé. Merchants Road. Kérek egy checkpointot, el akarom költeni. Hú, te! Diszkon eltelt a kontroller. A legjobb kor. Három ellenség között. Aj, bazzag, és végig kell másznom az egész kutat még egyszer. Na. Ezt a Cone of Fire-t berakhattam volna megnézni. Mindegy, majd a következőnél. Na, ezért lesz jó PS5-ön játszani, mert akkor nem kell bedugnom a kontrollert sehova. Hanem majd így a wireless nyomhatom, és akkor nem fog szétkapcsolni. Találtam egy kis nyúlhúst, ahogy látom.
tik 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 tik. Na tehát. Az anyád! Paraszti jelsz. Felejtsd már magad te is. Néha nem érdekli, hogy ütöm. Hát mi volt ez a hadsereg? Na van van két szintre elegendő izém. Cuccom, de... nincsen checkpoint. És italom se több. Adjál már egy checkpointot, létszi. Te egy barát vagy? Amíg meg nem támadsz. Aha, igen. Gerald Burrow, adventurer extraordinaire. I'm currently banned from the city. Little misunderstanding in a dice. Oké. Megdomáljuk. Ez így... nem mond semmit, ez az irányzék. No one passed this point without the commander's permission. Not sure why you'd even want to go that way anyhow. Akkor nem megyünk arra. Nagyon rossz ez a sprint. Elértünk Wickenbe. Sight. Beast walking. Tavern. An inquisitor. I suspect you're looking for Commander Claiborne. And if you ever find yourself back this way, stop by. És akkor mindenféle kaját lehet vásárolni. Max van a 30-10 percig. 50 van a 2 perc alatt. Plusz 10 max stamina 10 percig. Adjam már egy ilyet, meg még egyet, csak 30-ba kerül. Nem? Titik, titik. Na, kaptam pénzt, amiért elértem Wickenbe. Végre! Addi ezt! Na, először is. Level up. 1 2 Active skills. Van egy spellbookom. Ami a Cone of Fire nevű, vagy nevet viseli. Ja, itt van. És ez mit csinál?
Oh, oké. Ez menjen oda. És a talentpontokat is osszuk el. Van belőle kettő. Egy damage a spellekre, meg még egy damage a spellekre. Ezt fogjuk csinálni. An inquisitor, when you see Claiborne, do as he asks or you won't get what you came here for. És neked mit van? Crafting materiálok. És neked? Hey, buy something, will you? Used to be rich, I did. Then that night the whole West End fell, my side of town. I was stuck, probably should be thankful. That's what they said. Forced to live the rest of my life hawking. Let me know if you want it. Oh. Fegyverzet. Na, bozdogán. Ez nagyobbat üt, mint az enyém. Egy icipicit lassabb. Ez... ez jobb DPS-es. Mik ezek a jelölések? Gondolom 55 crash. Igen. Van crash type ütés, meg slash type ütés. Aha. Az úr Mage Blade. Én szerintem veszek magamnak egy ilyen kárdot. Ennek a speedje is jobb. A súlya is kisebb. A stagger power ugyanaz. És mindenféle jó kis scaling van rajta. Hát ezt ide. Hát ez a pernak. Pernak hajder. Okay. Evening. Nice day for a fishing, ain't it? Nem tudom, szoktátok-e nézni? Most így shoutoutolni fogok a Viva la Dirt League című YouTube csatornát, akik ilyen mindenféle hülye RPG szituációkat parodizálnak ki. Dark Souls-ra is csináltak, meg egy csomó mindenre. És az egyik a Rowan, az tök sokszor játssza ezt a hülye NPC szerepet, aki mindig horgászik, és ennyit tud mondani összesen, akármikor is megjelenik, hogy it's a nice day for fishing. Kurva élet, hogy ez az. Jó van. Oké. Beszarás. Underground is currently off limits. Underground is off limits. Don't trust trees. They're a little shady. Dad, you're so bad at jokes. And you already said that one. Pillanat. Ez így. Istenem. Na.
Here to announce yourself, Inquisitor? Mm-hmm. Ott van a Commander, gondolom. És akkor arra nem mehetünk. Through the west gate. Sorry. No way. Nagyon jó tartalmakat csinálnak. Én visítva röhögök az összesen. Ez nem véletlenül rohadt népszerű csatorna. Az egyik legjobb content, amit YouTube-on találsz így humor kategóriában, szerintem. Let's pretend I have time for you, Inquisitor. I've no allegiance to Crimson City, but you made it through Old Wickham alone. So you've no doubt got some pressing business. Let's hear it. Mhm. You've thinned the numbers of the bandits, I hear, and that's why. But I'm fighting for the city on two fronts, and can't help but use my leverage to ask for your assistance. Persze, segítünk. West fell in the night some months ago. Something killed the good lords and ladies, all of them trapped by the massive gate separating them from the riffraff. Then bandits took over Old Wickham to the east, all but cutting off our supply chain. They've been raiding our stocks, coming up to the old ruins beneath the city. Ha láttál tőlük valamit, az valószínűleg a Souls Logic nevű videósorozatuk volt. Dark Souls 1-et is kiparodizálták, ugyanígy. Vicces, tényleg jó. Na. Működjék kontroller. I suspect your liege leaves you no choice but to get your errand done, no matter the cost. Passage to the underground's back the way you came. For my sake, best of luck, Inquisitor. Jó van. Don't waste my time. Na, persze. Don't waste my time, azt mondja. Inquisitor? Akkor le az undergroundba. Go on in, if you must. Kajak, nem ismered a csatornát? Hú, ember! Egy világ nyílik meg előtted. A következő néhány hetedet vihogással fogod tölteni. Aha, és akkor ide... Ja, így, jó. No, hogy essek le anélkül, hogy megdögölnék. Ott... Ja, azt majd a... Majd a létráról. Oké. Okay. Jó, van, szerencsére nincs annyira kicentízve, hogy ha... Nem a legszéléről ugrasz, akkor nem éred el és leesel. Jó, hát ez megérte megvenni ezt a fegyvert. Ring of Might, az mindig jól hangzik, a Ring of Might. I might equip it. Plusz 100% fizikál, plusz 10% fizikál damage. Hát tökéletes. Ja. Open. Locked. Uh-huh. Ez csukva van. Vajon vannak titkos falak? Not available in the demo. Aha, mert hogy amúgy be lehetne oda menni. Fönn van egy cuccos. Hagyjad, abba, buzi, ijesz. Ez jó, mert amúgy ide... négy vagy öt ütés kellett volna. Most csak négy kell. Bandit,
coif. Gondolom, hallod ugrásból, ugrás köz a fejbe. Micsoda egy búza vagy. Ne aggódjál, fölmegyek én hozzád mindjárt. Quest updated. Ennyi a banditákat kellett megölni. Oh, na, mondom, itt volt. Látszódott a falon, hogy... hogy szekret. Ó, oh, oké. Okay. Ez viszont nagyon ki van számolva. Hogy át tudjam ugorni a... a csapdát. Igen. Controller. Mondom, miért nem engedi el? Na, enged el. Szereztünk egy lockpicket. Diagram studded leather set. Oké. Okay. És itt lent van valami? Még. Aha, van ám. Mi ez? Aha, tehát akkor gondolom... Na de várjál. Még hogyha... ezt akkor ki tudjuk nyitni, de nem tudunk lemenni. Akkor a másik ajtó esetleg, ami esetleg ezt kinyithatja, ez a Sewers key. Nem. Akkor semmit nem nyit ki. Jó, akkor... hát hagyjuk el valahogy a csatornákat. Report back to the old... mi? Report back to Commander Claiborne. Szerintem Homewardborn az így nem, nem van ebben a gameben. Vagy ha van is, akkor még nem találtunk ilyesmit. Az kétszer is megütött, bazd meg! Ja, úgy ott a rács. Oké. Okay. Egy kis széttörni való szól. Jó. Ahogy itt jobbra, meg se néztem, hogy mi van. Itt lett volna az ajtó. Na, Commander. Engedjél le engem oda a másik részre, most már... megsegítettem a testedet. You've got quite the reputation, you inquisitors. Not a sterling one, but your skill's definite. I honor my debts. Should you find your way around these parts again, a person... skillbook flame slash flaming weapon. Aha. Na hát, mindjárt akkor megnézzük a... ja, úgy ezt meg sem néztem. Aha, azt hittem ezt tartani lehet, de nem. Ez jónak tűnik ez a spell. Tetszik. Na. Nyomj el egy ilyet, és akkor azt mondom, hogy talán active skills, megtanulás, megtanulás. Ezt fogjuk betenni a tüzes lófasz helyére. Mármint a föld alól feljövő tűzvarázslat helyére. Adj. Ja, nem ezt akartam. De megnézzük. Oké. Okay. Flaming weapon-t akartam berakni. Okay. Jó. És akkor menjünk tovább. Tóru, 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 tóru. Vajon hova is kell menni?
Valahol itt lefelé, nem? Erre. Commander Claiborne gave word. Go ahead. Can't tell if you're brave or damn. Ez boss fight lesz, olyan? Helyezgessé. Milyen jó sokáig tart a tüzes buff. Volt egy kis indokolatlan frame drop. Jó kis tüzes buff. Fasza. Jelenleg szerintem ez lesz a leghatékonyabb felhasználása a manámnak. Ez a tüzes buff. És az is tetszik, hogy hogyha ütök egyet a levegőbe, akkor még így vissza tudok fordulni. Jó, persze, hogyha túl messzire ugrok, akkor nem. De láttátok az előbb, hogy jó volt. Na. Nulla HP, de már nem kellett volna, hogy megüssél. Nope. Jó, nem nyílik. Á, és eddig tartott. Jól van. Ott most voltam, hogy milyen izé sok content került ebbe a demóba ahhoz képest. Jól van. Én azt mondom, hogy ez tök jó volt. Ilyenkor mi van amúgy, oda teszi? Ilyenkor így lehetne farmolni egy csomót, hogy megpróbálni a skilleket meg ilyen. Talent pontot volt még egy másik rész. Volt kettő másik talent tree volt. Nem tudom, hogy oda lehetette volna pakolnom talent pontokat. Á, ott alul ki is írja, hogy opens from other side. Hát ezt meg lehet nézni, hogy ha most összeszedek egy talent pontot, akkor azt hol fogom tudni felhasználni. Sem eddig. Valami, nem tudom, 200-at kell még talán összeszednem, vagy ilyesmi. Ó, a Rester is nem vitte el a buffomat. Az mondjuk nem egy rossz dolog. Yeah.
Nem elég az 1400. Na, kell még 10, vagy valami ilyesmi. Komolytalan. Tudjátok, mit hiányolok? A zenét. A mapnak a háttérzenéjét. Na, level up. És akkor itt a talent tree-be átmehetek másikra is. Aha, nem, nincs lehetőség arra, hogy learnöljek. Jó, tehát kaptunk egy darab kasztot, és akkor azzal... Ó, hogy itt választani lehet, hogy mit erősítsen. Értés. Spirit. Ja, hogy ez egyszerre 3 pontot ad, vagy mi a fasz? Aha, tehát akkor ja nem, tehát akkor ebből egy power lesz, és akkor erre lehet pakolászni pontokat, hogy megint power legyen. Jó, hát... akkor csak... Ó, látod, hogy nem is... Mert hogy az ikonok is csak annyi, hogy nem is látod, hogy ez micsoda. Tehát az összes nagyobb ikon... ugyanaz. És itt is, ugye? Nem, itt még látszik, hogy micsoda. Viszont nem tudom a kurzorral válogatni, nem tudok rámenni. Ha csak nem így, de... De így nem jelöli ki. Ja. Hát, jól van. Szerintem így closed beta-nak ez tökéletesen megfelelt ez a kis szösszenet. Azt hittem ide a végére még egy boss fightot beraknak. Ha már így a menet közben volt egy. Na. Beszélgessünk akkor egy kicsit. Az art style nagyon tetszik, bár ez eddig is tetszett. Ahogy a demo, meg a, vagy így a trailerek, meg a képek alapján. Elég fluid, folyékony, folytonos a harc benne. Nem darabos, nem nehézkes irányítani. Pont tök jó, szerintem. Én eddig úgy láttam, hogy a hitboxok rendben vannak, ami egész hasznos, hogyha ez így van. Kicsit furcsa nekem, hogy a mana töltésre nincsen egyelőre más mód. Csak az, hogy resztelsz, vagy egy consumable mana italt megeszel. Na most ebből nem tudom mennyi van. Én nem sokat láttam ebben a demóban mana italból, tehát ezért nem szórja a játék. Úgyhogy ebben nem mentek el a DS irányába, hogy visszatöltődő mana italokat adjanak neked. Vagy akár a Salt and Sanctuary irányában, ott is az volt. Nagyon, de nagyon utálom azt, hogy az R3-mal kell futni. És nem csak, hogy megnyomod és akkor toggle run van, vagy toggle sprint van, hanem konkrétan tartsd lenyomva. Én nem tudom. Akárki, akinek az eszébe jut egy ilyen. Én nem tudom, hogy van még mindig munkája, de tényleg. Én nem adnék neki soha többet. Aki megtervez egy ilyen döntést. Vagy nem is az, hogy megtervez egy ilyen döntést, hanem ez... Ki a fasznak jut eszébe komolyan? Aki életében nem fogott még kontrollert a kezébe. Vagy nem tudom, nem játszott soha fél óránál többet vele. Ja.
Nagyon tetszett az intro zene, mármint a main menü zenéje, viszont innentől kezdve ennyi is volt, kb. Totál felejthető lett a zenei háttere a játéknak. Most tűnt csak fel így a végén a demóban, hogy így nincsen ambient. Tehát ilyen fúj a szél, meg ilyen egyéb háttérzaj hangeffektek vannak, de nincsen ilyen exploration jellegű zene, hogy így mászkálsz a világban, és akkor van valami kis odaillő háttérzaj. Úgyhogy nekem ez így kimaradt így a bétából. Lehet, hogy lesz egyébként benne, csak most nincs. Úgy látom, hogy kellő mennyiségű backtracking lesz majd benne. Mert láttam olyan helyeket, ahova double jump-al, meg ilyen grapple átlendüléssel kellene feljutni, meg odajutni. Úgyhogy majd bőven kell oda-vissza mászkálni. A spellek eddig szerintem jók voltak, tehát amiket találtam, azok hasznosnak tűntek. Úgyhogy nem tudom, hogy mennyire tartható egy olyan karakter ebben a játékban, ami nem hibrid, hanem leginkább mágiára fókuszál. Valószínűleg semennyire, hiszen hogyha nem lehet visszatölteni a manádat normálisan csak reszteléssel, akkor az csak egy ilyen support jellegű varázslásban fog kimerülni, egyébként meg csapkodni kell mindenképpen. Amit sajnálnék, hogyha nem lehetne egy main jelleggel valamiféle caster buildet építeni, de hát ha ez van, akkor ez van. Majd alkalmazkodunk a gamehez. Én szerintem... késő van. Én szerintem a voice acting is rendben van, amit eddig láttunk belőle. Az fura, hogy amikor beszélsz az emberekkel, akkor megjelenik oldalt egy ilyen kézzel megrajzolt fej azzal, akivel beszélsz, az önmagában nem fura. Viszont az, hogy megy alatt az audio playback a voice acting-gel, és nem mozog a szája, tehát így rád néz, és hasbeszél. Akkor minek tettük oda azt a szépen megrajzolt fejet, hogyha ez így csak így van. Lehet, hogy ez máshogy lesz, ki tudja, bár furcsállanám, hogyha még most állnának neki animálni minden NPC fejnek vagy minden NPC-nek a fejét, hogy akkor most mozogjon a szájuk is. Mondjuk meg tudom érteni, hogy egy több nyelvű játékban a szájmozgást szinkronizálni az nem épp a leányálmok ne továbbja. Tetszett a skill tree, elég bonyolult. Igen, úgy mondom, hogy kellőképpen bonyolult. Olyan irányba, amiben én szeretem, hogyha az. Mindig is szerettem a nagy skill tree-ket. A Salt and Sanctuary-ben nagyon nagy kedvencem volt az, ahogy ezt megoldották. Van benne bőven potenciál, tehát ez a 6 darab skill tree, ami ott van, az biztos, hogy majd mindet meg akarom nézni. Úgyhogy önmagában elég pozitív a vélemény a demóról. Remélem, hogy hasonló minőségűt kapunk majd. De ha esetleg ennél jobbat, annak is nagyon fogunk örülni. Valószínűleg már nem fogunk játszani ezzel a játékkal a csatornán egészen addig, ameddig ez meg nem jelenik rendesen. És megkapjuk az Early Access-es teljes release-t PS-re. De soha nem mondhat soha. Úgyhogy inkább csak azt mondom, hogy nagyon valószínű, hogy nem. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, srácok. Ez lett volna a Becker
closed beta verziója a Mandragórának, amit én kaptam. Aztán majd valamikor visszatérek valami mással. A legvalószínűbb az, hogy csütörtökig nem láttok, ugyanis nem akarok most már elkezdeni semmi új gémet, hiszen 24-én érkezik a Blasphemous-nek a második része, és bármivel is kezdenék bele, nem tudnám befejezni, valószínűleg. Főleg úgy, hogy most itt van mind a két gyerek nálam, úgyhogy csak ilyen 9 és 9 utáni kezdéssel tudok operálni, és mostanában nem bírom már az éjszakázást, főleg streamelés közben. Főleg úgy nem, hogy mindenki, aki jön, az ninja néző, és nem is beszélget velem. Az olyankor nagyon el tudok aludni a koncentrálásba. Szóval így az esti streamek azok rövidek, hogyha nem tudok emberi időben kezdeni, amikor nálam vannak a srácok. Majd a jövő héten jobb lehet, de most ezen a héten csak ilyen másfél, kettő, maximum három órák azok, amikben mennek még így éjfél előtt, aztán elájulok úgy is. Na, úgyhogy mindenkinek jó cakát, aki még itt van. Még egyszer köszi, hogy jöttetek, és köszi a kiadónak ezt a closed beta-t, hogy itt elküldte. Legalább ki lehet próbálni a jóságot. Hova lett a... miért nem... na, azért. Na jó van, ennyike. Sziasztok!